Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondta Jézus búcsúbeszédében a János evangélium a 14. fejezet 6. versének A részében. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ezzel az igével szeretnék jó reggelt kívánni kedves minnyájatoknak, viszont egy kérdést szeretnék föltenni egyből az elején, mit lenne akkor, hogyha egy kétbetűs magyar szót még beletennénk ebbe a jézusi kijelentésbe. Ha nem azt mondaná Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, hanem azt mondaná, azt mondatnánk vele, hogy én is vagyok az út, az igazság és az élet. Sok embernek a fülét csiklandozza ez a módosított megoldás, és a mai világban erre számtalan megoldási lehetőséget látunk és találunk, viszont hogyan álljunk ehhez a kérdéshez hozzá? Pár évvel ezelőtt egy bevásárlóközpontba vandukoltam éppen befele, és az előtte levő nagyobb téren, placon megszólított engem egy nagyon kedves, fiatal, szimpatikus hölgy, és mondta nekem, hogy ha akarok, akkor adakozhatok az ő élelmiszer segélyüknek a támogatására. Egyből láttam, mert hát ugye a teológián tanították nekünk mindezt is, hogy az úgynevezett Krisna tudatú hívőknek a társaságába, csoportjába, felekezetébe tartozik, és ha már ott voltam, akkor nem mentem el azonnal mellette, hanem szóba elegyedtem vele, és hát megmondtam neki, hogy én keresztény talajon állok, és hát nekem azok a más vallások, amelyek még a Földön vannak, azok az én számomra nem követendőek. És mondtam neki ezt az igét, hogy az én Istenem azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Erre egy ilyen könnyed mosolyal annyit mondott nekem, hogy ó, hát ez nem probléma, mert ami nálatok, ugye így mondta, ami nálatok az az Atya vagy Jahve, az nálunk ugyanaz, csak úgy hívják, hogy Krisna. Kicsit úgy megütődve hát álltam ott, és utána hozzátette még, hogy tudja, Uram, az egész vallásos élet olyan, mint egy nagy hegy, ezt biztos hallottátok már ezt a hasonlatot, hogy egy hegynek a csúcsára több irányból is föl lehet menni, de tulajdonképpen minden út egy irányba vezet fölfele, minden út, amit a hegy oldalon végzünk, az előbb-utóbb a hegy csúcsára fog majd vezetni, tehát gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy én melyik nagy világvallásba hiszek, a lényeg az, hogy ugyanoda fogok eljutni. És akkor mondtam a hölgynek, hogy hát ne is haragudjon, de azért én ezt nem így látom. Én azt látom, hogy a kereszténységben levő isteni kinyilatkoztatás az teljesen más, mint a Bhagavad Gita-ban levő kinyilatkoztatás. Ezt a könyvet meg is vettem egy kicsit így tanulmányozásra. Ez a neve a Krisna tudatú mozgalomnak, a Bibliának, vagy szent könyvének, inkább úgy mondom, hogy Bhagavad Gita, ahol is mondtam neki, hogy többek között a kereszténységben, ugye zsidókhoz írt levél 9. fejezet 27. verse mondja, hogy minden embernek egy élete van, ezután meghal és megy az ítéletre. Ugyanakkor a Bhagavad Gita-ban 8.400.000 létformán, életformán keresztül kell bukdácsolni, vagy lehet bukdácsolni az örök élet, vagy ahogy a nők mondják, a nirvána felé. Hát azért az egy és a 8.400.000 között azért mondjuk elég nagy különbség van. Hatalmas eltérés ez. Vagy pedig azt is mondhattam neki, hogy az én Istenemnek a fia meghalt minden emberért az ő kereszt áldozatában. Még ugyanezt Krisnánál nem olvasom. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az Atya és Krisna ugyanaz, holott a felszínesen gondolkodó ember esetleg ezt elfogadhatja egy sürgőforgó, nagyforgalmú bevásárlóközpont előtt beszélgetve valakivel. De nekünk az Isten kinyilatkoztatást adott, és megmondta, hogy ő nem isben él. Ő nem csak egy opció.
Elnézést a hasonlatért, de Jézus Krisztus nem olyan, mint egy autó vásárlásnál egy rendelhető extra. Hogy hát ebbe az autóba, amit veszek, hát akkor rendelek esetleg egy elektromos ablakot, de hát azért egy klíma is jól jönne. Hogyha mi így gondolkodunk, és a vallásokat így összekeverjük, ugye úgy mondják ezt, hogy szinkretizmus, hogyha mi megengedjük azt, hogy átjárás legyen, és kimazsolázzuk a kedves dolgokat mondjuk a vallásokból, és az egészből csinálunk egy hatalmas katyvaszt, ami számunkra esetleg természetesen egy kellemes mézédes szirup, ezzel nem fogunk feljutni annak a bizonyos hegynek a tetejére. Mert Jézus nem azt mondta, hogy én is vagyok az út, az igazság és az élet, hanem azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Kizárólagosan én vagyok az út, az igazság és az élet. És lehet, hogy lehet menni egy hegynek a tetejére más irányból is, más módon is, de ott olyan számtalan veszélyek, szakadékok, elveszési lehetőségek várnak ránk, amik tönkretehetik az életünket. Ráadásul azokon az utakon az Isten sem kísérhet minket, nem követhet minket, mert arra az ő jóváhagyását nem adta. Nekünk Jézus Krisztus olyan legyen, mint a lelki oxigén. Mert hogyha nem Jézus Krisztus a mi lelki oxigénünk, akkor belefulladhatunk a bűn mérges gázába. Ezért én arra kérlek titeket, kedves érdeklődők, hogy miután gondolom, ti is számtalan alkalommal találkoztatok már ilyen helyzetekkel, amikor azt mondták, hogy jaj, hát ezek közös nevezőre hozható dolgok, az egyik vallás ugyanazt tanítja, mindegyik a szeretetet tanítja, mindegyik ugyanoda vezet, mindegyik út oda vezet, mindegyik a hegycsúcsra vezet. Nem, mi legyünk tisztánlátók, szívjunk friss, tiszta levegőt, szívjunk tiszta, friss vallási levegőt ebben az értelemben. És ne akarjunk kompromisszumot kötni, közös nevezőt kötni olyan fogalmakkal, olyan dolgokkal, amelyek esetleg a vesztünket okozhatják. Illést hívhatom itt a segítségünkre, aki azt mondta, hogy meddig sántikáltok kétfelé. Igen, mi ne sántikáljunk kétfelé. Vagy ahogyan az én is vagyok, az út, az igazság és az élet mondat sok embernek a fülét csiklandozhatja, ne akarjunk nem hogy kétfelé, hanem háromfelé sem, meg négyfelé sem sántikálni. Ne együk meg a szinkretizmusnak a maszlagját, még akkor is, hogyha nagyon kellemes és követhetőnek is tűnik, hanem mi ragaszkodjunk ahhoz a Jézus Krisztushoz, aki azt mondja, hogy mi egyszer élünk, és utána meghalunk, és megyünk az ítéletre, és nem 8.400.000 szörnyűséges létformán keresztül juthatunk például el a nirvánába. Menjünk ahhoz a Jézushoz, aki az életét adta értünk, mert úgy szeret minket, és ne a valláskeveredésekbe akarjuk megtalálni az életünk zsákutcájából a kimenetelt, vagy az összebogozódott életutunknak a megoldását, kibogozását. Jegyezzük meg még egyszer, Jézus nem azt mondta, hogy én is vagyok az út, az igazság és az élet, hanem azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. És ezzel felvértezve, ezzel az igével magunkat felvértezve, álljunk meg esetleg nagyon kedvesen, mindenféle kirekesztés és bántó kijelentések nélkül az utcán a minket esetleg megszólító más világvallások képviselőivel beszélgetni, mert nekünk olyan Istenünk van, aki pótolhatatlan és felcserélhetetlen, mert ő tökéletes, mert ő tökéletesen jó, és ő tökéletesen szeret bennünket. Hát ennek jegyében kívánok nektek ma nagyon szép és áldott napot. Gondolkozzatok el ezen, ha van rá lehetőségetek. Szervusztok!